Na, sziasztok, skacok! Hát, mint láthattátok, belefutottunk egy kis útlezárásba. Ez nem volt betervezve, mert igazából ott kéne, hogy fönt legyünk a hegynek a tetején, de hát most beleszóltak a dolgainkba, úgyhogy ha már itt vagyunk, akkor engedjétek meg nekem, hogy körbevezesselek titeket itt, ezen a csodálatos helyen, aminek a címe 3354 Mulholland Drive, és ennek az a neve, hogy Rockstore. Szóval, nézzük meg, sorry, we are closed, tehát elnézéseteket kérjük. Nézzétek meg, ebben a ruhában nem is tűnök dagatnak. Így úgy nézek ki, mint egy kisportolt testű felfele. Na jó, felejtjük el, menjünk tovább, ne szóval. Sziasztok, olvassátok el, légy szíves. Ahogy hallom, egy pár motoros közeledik. Szóval itt be lehet menni a bárba alulról, vagy ott is be tudtok menni a bárba. Tehát itt megkérik az embereket, hogy ne igyanak sört a parkolóba, amit igazából ez a vonal választ el. Tehát ettől kifelé már nem ihat sört. Mert ugye az illegális, közterületen való alkoholfogyasztás. Viszont utána nyugodtan fölülhetsz a motorjaidra, motorodra, és mehetsz a dolgodra. Nézzük meg. Hát ezeket mindenhova ki kell írják itt Amerikába, hogy figyelmeztetnek arra, hogy amit iszol, attól rákot kaphat. Ott a kamera, integessünk egymásnak, szia kamera, most mi is valahol meg vagyunk örökítve. Varjak. Ott az új sisakom látható. Nagyon jól néznek ki ezek a kútoszlopok, nagyon tetszenek. Egyszer majdnem volt szerencsém vásárolni ilyeneket, csak akkor egy kis lakásba laktam, és nem tudtam volna hova rakni. Gyerekek, azon gondolkozok, hogy még mielőtt a nap lemegy, menjünk valamerre. Nagyon disznók ezek a gumik. Nekem nagyon tetszenek. Itt van a 28 dugattyús tokicófék, ugyanilyen van a GSX-er ezreseken is. Itt látható az erőforrás. Ezt a vasat, meg a bashplate-et. Ez itt múltkor fölütöttem, egy kicsit ki is nyílt az a szeg. De hát erre van kitalálva, gyerekek, hogy kapja a felütéseket. Itt van egy kipufogószelep benne. Igazából így tudták lebutítani ezt a motort, hogy beleraktak egy folytószelepet a kipufogóba. Delkovics kipufogó. Azt is már én raktam rá. Jó van, szerintem csináljuk azt, hogy itt menjünk vissza, és menjünk fel a hegynek arra a hegynek a óceán felüli részére, amíg ránk nem sötétedik. Na gyerekek! Szóval nincsen. Ó, nem kötöttem be a sisakomat. Pójáca vagyok. Nagyon fontos, ha van rajtatok bukósisak, mindig legyen bekötve, vagy becsatolva szorosan a fejeteken, hogy ne tudjon lerepülni egy esést követően, hogy ne veszítsétek el a fejeteket. Sajnálattal kell közöljön veletek, hogy egy Priusost beengedtünk magunk elé. Na szóval, gyerekek, sisak bekötve, megyünk valamerre, most csak motorozzunk valamerre, tét nélkül. Már most ettől a kis megállástól egy picit leizzadtam, de ez még viselhető, ez meg fog száradni elég hamar.
Sierra Creek. Itt tudsz elmenni az autópálya felé. Tudjátok mit? Nézzük meg ezt a Sierra Creek nevezetű dolgot. Ó, na most hülyeséget akarok csinálni, mert igazából ez visszamegy az autópályához. Tudjátok mit? Meggondoltam magamat, majd erre legközelebb megyünk. Szerintem csináljunk egy nagyon jó dolgot. Süssünk pogácsát. Elnézést a fej kapkodásért, csak hát ha lassabban csinálom, akkor ám, addigra már jöhet valaki megint balról. Mitévő legyek? Ez a béka kedvenc meséje. Mitévő legyek? Most megint, ja Istenem, az itt méri a sebességünket. Okos vagy. Most vagy az én órám csal, vagy az ő műszerük csal. De nem 41-jel mentem. Na, alternate route to the 101. Szóval ez egy alternatív útvonal a 101-es autópályához. Hát, hogyha van itt kamera? Na, azt akartam mondani, hogyha ők most tudnak onnan arra fordulni, akkor nem kerülök bajba, hogyha én is megyek arra felé. Kivétel akkor, hogyha egy rendőr ezt látja, hogy én keresztül mentem a piroson. Ja, ezeket a megállós dolgokat kéne kihagyni az egészből, mert ilyenkor izzad meg az ember, ahogy nem éri a levegő. Lehet, hogy már klimaxolok. Na, aprítsuk. Nem tudom, merre kéne menni. Gyerekek, ma a nap ott fog lemenni. Én azt mondom nektek, hogy... bácsi takot rakodott a pick-upnak a hátuljára. Szóval az előbb innen jöttünk, ugye? Szerintem itt most el fogunk menni. Itt el fogunk menni majd a Las Virgins. Itt is vannak ilyen kis drive-ok, amiket simán kipróbálhatnánk, hogy hova mennek. De úgy vagyok vele, hogy először x-eljük be a nagyobb utakat, a nagyobb kanyonokat. És miután a nagyobb kanyonokkal kész vagyunk, utána majd rá kalandozunk a kis picik is. Na, lenézünk itt. Ó, na, hát most gyerekek, soha nem tudtam, hogy itt van egy tó lent, és akinek van elég pénze rá, hogy ezen a környéken egy tóparton lakhasson a hegytetőn, azt mint ahogy láthatjátok, van rá megoldás. Na, menjünk is tovább. Most legalább tanultam valamit, mert soha nem tudtam, hogy itt van egy ilyen tó. Látjátok? Együtt fedezzük föl a merókát. Nagyon érdekes. Sose tudtam, hogy itt van ilyen. Mekkora tó, gyerekek? Hát ez nem vicc. Ez egy komoly tó. Wow. Wow. Ez a High Point Drive, ez a magas pont. Na, töltsük neki egy kicsit. Most léptük át a 160-at. Ilyenkor általában kuplung nélkül szoktam visszaváltani, mert addig jó, amíg a hátsó keréken van hajtás a kanyarba. Egyszer megijedtem. Micsoda, ez a Lake Vista Drive.
Nézzük meg a lék vissza a drive-ot. Mi bajunk lehet? Na szóval egyszer kanyarba csináltam azt, hogy visszaváltani készültem, és behúztam a kuplungot, és hát valahogy úgy megváltozott a motornak a fizikája, amire nem voltam fölkészülve. Nem dobtam el, meg semmi tragikus nem történt, csak hát beszartam. Jaj, hát most le tudunk menni a tóhoz. Csak valószínűsítettem, hogy itt úgy van megoldva a tónak a partja, hogy senki más ne tudjon lemenni a vízparthoz, csak akinek van ott egy háza. Nézzétek meg! Fúj, de büdös van! Valakit beledögtek, fúj, beledöglött valaki a tóba. Ez a Malibu Lake, hát én ezt nem is tudtam, hogy ez a... Én nem is tudtam, hogy ez a Malibu Lake. Ó, itt van a Malibu tói hegyi, ez a klubház. Na, de itt vannak eladó ingatlanok, ja, azok csak telkek. Nézzük csak meg az áraikat. Szóval... Itt a legszélén egy üres telek, 599 ezer. Nézzük meg, hogy van-e olyan eladó, amin van ház. Beszarás. Itt 1.100.000 egy ház, amiről nem is raktak föl képet, csak a tóról, ami előtte van. Na hát gyerekek, igen, itt lakik az a bizonyos felső, ki tudja hány ezer, beszarás, bazd meg. 10 perc autóút, innen is megérkezel a Chicano Landre, a Úramisten. Hát igen, és általában ezek azok az emberek, akik ilyen helyen laknak, és akkor mindig aktivistáskodnak a klímaváltozás ellen, és ott áll a háza előtt azért a Ford Raptor neki, mert nehogy már ő a V6-osat vegye, ő megvette a V8-osat, a régebbi modellt, és akkor ezek az emberek azok, akik a klímaváltozásra próbálják neked megmondani, hogy te ne szüljél gyereket, meg hogy a tehénnek a fingi az mennyit szennyez a... Na mindegy, tudjátok miről beszélek, képmutatóknak hívják őket, és általában ilyen helyen laknak. Ők szeretik azt, hogy nyitott határok, kevert társadalom, amikor ők ezzel csak annyiban szembesülnek, amikor a kertész jön és levágja a füvet náluk. De ő megmondja neked, hogy neked ezt élvezned kell, ezt az egészet. Milyen szar autója volt a bácsinak. Én nem tudom, hogy ez milyen, meddig megy ez az út, de tudjátok mit, menjünk rajta. Itt meg a lovarda. Ha már ilyen helyen laksz, akkor már muszáj, hogy legyen lovad. Ó, és visszamegyünk oda, ahonnan az előbb itt elsudartunk. Jó, akkor megnéztük ezt. Egy kis, a kamera nem bírta. Mi van, öcsém, elfáradtál? Egy kis Power Wheelie. Csak egyesbe. Ti nem halljátok, de ez a motor azért beszél hozzám. És akkor ilyenkor, amikor van egy kis emelkedő, meg kikanyarodásos szituáció, akkor suttogja a fülembe, hogy húzd meg a szarvam, húzd meg a szarvam. Tehát nem tehetek, tehát segítenem kell rajta, hogy kiszabaduljon a lelke. Ez nem egy ilyen postás Simpson, hogy arra találták ki, hogy 10-zel döcögjön egész nap, vagy ez pisilnek? Ó, 11 percnél járunk. Most félreállok és megint meg fogom bontani az adást.
adás megbontva.